egy nagy indiai filozófus és spirituális tanító, több mint 50 évig szinte folyamatosan előadásokat tartott és utazott a világban, hogy megkísérelje átadni szóban, ami tartalom. Azt, ami túl van a szavakon, túl van a tartalmon. Élete vége felé egyik előadása során a következő kérdéssel lepte meg a hallgatóságot. Akarjátok-e tudni a titkomat? Mindenki rendkívül éberré vált. Hallgatóságának tagjai közül néhányan már 20-30 éve járogattak el az előadásaira, és még mindig nem sikerült megragadniuk tanítása lényegét. És erre végre ennyi év után a mester hajlandó átnyújtani a megértés kulcsát. A titkom, mondta, nem törődöm azzal, hogy mi történik. Nem fejtette ki bővebben, ezért azt gyanítom, hallgatóinak zöme még zavarodottabb lett, mint amilyen addig volt. Holott ez az egyszerű állítás rendkívül messzire visz. Mit jelent nem törődni azzal, hogy mi történik? Ezt. Belül összhangban állok azzal, ami történik. Ami történik, az persze e pillanat ilyenségére vonatkozik. Ami már mindig olyan, amilyen. Arra a tartalomra, arra a formára utal, amit ez a pillanat, az egyetlen létező pillanat éppen fölvesz. Összhangban állni azzal, ami van, azt jelenti, hogy belső ellenállás nélkül viszonyulok ahhoz, ami éppen történik. Gondolatban nem nevezem se jónak, se rossznak, csak hagyom lenni. Azt jelenteni ez, hogy soha többé nem tehetsz semmit, hogy változtass az életeden. Épp ellenkezőleg. Ha tetteid alapját a jelen pillanatra történő ráhangolódás alkotja, akkor a cselekedeteidet magának az életnek az intelligenciája támogatja. Így lenne. Hakuin, a zen mester egy japán városban élt. Nagy megbecsülésnek örvendett. Sokan keresték fel, hogy meghallgassák spirituális tanítását. Szomszédjának a 10 éves lánya egy nap teherbe esett. Amikor erre fény derült, dühös szülei szidalmazva faggatták az apa kilétéről. A lány végül azt mondta, hogy a gyerek Hakuintól, a zenmestertől származik. A dühöngő szülők erre átrohantak Hakuinhoz, s üvöltve és vádlóan elmondták. Lányuk bevallotta, ő a gyermeke apja. Hakuin csak ennyit mondott. Így lenne? A botránynak híre ment a városban és a környéken. A mester jó híre odalett, ám őt ez nem zavarta. Immár senki sem kereste fel. Nem bánta. Amikor a gyermek megszületett, a lány szülei átvitték Hakuinhoz. Te vagy az apja, hát tessék, gondoskodj róla. A mester szeretettel gondoskodott a gyerekről. Egy év múlva a lány szégyenkezve vallotta be szüleinek, hogy a gyermek apja valójában az a fiatalember, aki a hentes üzletben dolgozik. A szülők irulva-pirulva keresték fel Hakuint, hogy kimagyarázkodjanak, és a bocsánatáért esedezzenek. Borzasztóan sajnáljuk. Azért jöttünk, hogy visszavigyük a gyereket. A lányunk bevallotta, hogy nem ön az apja. Hakuin mindössze ennyit mondott. Így lenne? És átnyújtotta a csecsemőt. Válaszával a mester tökéletesen azonosan reagál hazugságra és igazságra, rossz hírre és jó hírre. Engedi, hogy a pillanat formája, az akár jó, akár rossz, olyan legyen, amilyen, s így ő nem válik az emberi dráma szereplőjévé. Számára csak ez a pillanat létezik, és ez a pillanat úgy van, ahogy van. Az eseményeket tehát nem teszi személyessé. Ő senkinek sem az áldozata. Teljesen egy a történéssel, ezért annak többé már nincs fölötte hatalma. Csak akkor vagy kiszolgáltatva a történésnek, és csak akkor szabja meg a világ, hogy boldog vagy-e, vagy boldogtalan, ha ellenállsz annak, ami történik. A csecsemő szeretetteljes gondoskodást kap. Az ellentnemállás ereje a rosszat jóra fordítja. Hakuin, mindig épp azt téve, amit a jelen pillanat igényel, átnyújtá a csecsemőt, amikor annak jön el az ideje. Képzeld el röviden, vajon az ego hogyan reagált volna a kibontakozó eseménysor egyes fázisaiban.
Az ego és a jelen pillanat. Életed legfontosabb, elsőrendű kapcsolata. Kapcsolatod a mosttal. Pontosabban azzal a formával, amit a most épp fölvesz. Tehát azzal, ami van, illetve azzal, ami történik. Ha a mosttal való kapcsolatod diszfunkcionális, akkor ez a működés zavar minden kapcsolatodban és helyzetedben tükröződni fog. Az egót egyszerűen így is definiálhatnánk. A jelen pillanathoz való hibás viszonyulás. Most, ebben a minutumban eldöntheted, milyen kapcsolatban óhajtasz lenni a jelen pillanattal. Amint elértél egy bizonyos tudatossági szintet, és ha már ezt olvasod, akkor szinte bizonyos, hogy elértél, képes vagy eldönteni, hogy a jelen pillanattal milyen viszonyban óhajtasz lenni. Azt akarom, hogy a jelen pillanat a barátom vagy az ellenségem legyen. A jelen pillanat elválaszthatatlan az élettől, ezért ekkor valójában azt döntöd el, milyen kapcsolatban kívánsz lenni az élettel. Ha eldöntötted, hogy a jelen pillanatot a barátoddá kívánod tenni, akkor az első lépés a tiéd. Viszonyulj hozzá barátságosan. Bármilyen áruhában is jön, üdvözöld, és hamarosan megtapasztalod ennek az eredményét. Az élet barátságos lesz veled. Az emberek segítőkészé, a körülmények támogatóvá válnak. Ez az egyetlen döntés a teljes valóságodat megváltoztatja. De ezt a döntést újra és újra és újra meg kell hoznod, amíg mindez természetes létállapotoddá nem válik. A döntés, hogy a jelen pillanatot a barátoddá teszed, véget vet az egónak. Az ego ugyanis sohasem állhat összhangban a jelen pillanattal, vagyis az élettel, mert maga a természete kényszeríti rá, hogy a mostot semmibe vegye, illetve leértékelje és annak ellenálljon. Az ego üzemanyaga az idő. Minél erősebb az ego, annál nagyobb mértékben uralja az életedet az idő. Ez esetben szinte minden gondolatod a múlttal vagy a jövővel kapcsolatos, és éntudatod az identitásod vonatkozásában a múlttól, elégedettséged vonatkozásában pedig a jövőtől függ. Az időhöz kötött tudatállapot működési zavarai a félelem, a szorongás, az elvárás, a sajnálkozás, a bűntudat és a harag. Az ego három módon viszonyulhat a jelen pillanathoz. Egy elérendő végcél eszközének, akadálynak vagy ellenségnek tekinti. Vegyük sorra ezeket a mintákat, hogy amikor valamelyikük megjelenik benned, felismerhest, és döntésedet újra meghozhast. Az ego számára a jelen pillanat a legjobb esetben is csak valamilyen végcél eléréséhez szolgáló eszköz. Egy jövőbeli pillanathoz visz el, amit az ego a jelennél fontosabbnak tart. Jól lehet, a jövő sohasem érkezik el. Csupán jelen pillanatként. Tehát az nem több, mint a fejedben lévő gondolat. Másként megfogalmazva, sohasem vagy teljesen itt, mert mindig azzal foglalatoskodsz, hogy valahova máshová próbálj eljutni. Ha ez a minta hangsúlyosabbá válik, ami nagyon gyakran előfordul, akkor a jelen pillanatot az ego legyőzendő akadálynak tekinti, és aként is kezeli. Ekkor jelenik meg a türelmetlenség, a frusztráció és a stressz, s kultúránkban nagyon sok embernek ez a hétköznapi valósága, a szokványos állapota. Az életet, ami most van, ekkor problémának látod, s olyan világban élsz, ahol minden problémát meg kell oldani ahhoz, hogy aztán végre boldog és kiteljesedett lehess, illetve valóban elkezdhess élni, legalábbis így hiszed. A gond, minden megoldott probléma egy újabbat hoz elő. Amíg a jelen pillanatot problémának tekinted, a problémák nem érhetnek véget. Azzá válok, amivé csak óhajtod, mondja az élet, illetve a most. Úgy bánok veled, ahogy te bánsz velem. Ha problémának látsz, probléma leszek számodra. Ha akadályként tekintesz rám, akadály leszek. A legrosszabb esetben, és ez is rendkívül gyakori, az ego úgy bánik a jelen pillanattal, mintha az ellenség lenne. Amikor gyűlölöd azt, amit csinálsz, panaszkodsz a környezetedre, átkozod azt, ami történik vagy történt, vagy amikor belső párbeszédedben rengeteg a kéne és a nem kéne, a hibáztatás és a vádolás, akkor veszekszel azzal, ami van,
Veszekszel azzal, ami már adott helyzet. Az életet ellenséggé teszed, ezért az élet azt mondja. Ha háborút akarsz, hát háborút kapsz. A külső valóságot, ami mindig a belső valóságodat tükrözi vissza, ez esetben ellenségesnek találod. A kulcsfontosságú kérdés, amit érdemes magadnak gyakran feltenni. Hogyan viszonyulok a jelen pillanathoz? Ezt követően válj éberré, és találd meg a választ. Úgy kezelem-e a mostot, hogy az nem több, mint egy végcélhoz elvezető eszköz? Akadálynak látom? Ellenséggé teszem? Mivel mindig mindössze a jelen pillanat fölött rendelkezel, mivel az élet elválaszthatatlan a mosttól, a kérdés valójában ezt jelenti. Hogyan viszonyulok az élethez? Kitűnő ez a kérdés ahhoz, hogy leleplezd a benned lévő egót, s hogy önmagadat a jelenlét állapotába hozd. Bár nem az abszolút igazságot fogalmazza meg, végső soron ugyanis a te és a jelen pillanat egyek vagytok. E kérdés mégis hasznos, a helyes irányába terelő útjelző tábla. Gyakran tedd fel magadnak, egészen addig, amíg idővel már fölöslegessé nem válik. Hogyan lépsz túl a jelen pillanattal való diszfunkcionális kapcsolaton? A legfontosabb, hogy észrevedd azt magadban, a gondolataidban és a tetteidben. Amint észreveszed, amint meglátod, hogy a mosthoz való viszonyod hibás, már is jelen vagy. A meglátás a felbukkanó jelenlét. Amint észreveszed a diszfunkciót, az kezd megszűnni. Egyesek, amikor észreveszik, hangosan felnevetnek. A meglátással érkezik meg a döntés ereje. A mostra igent mondás választásának a lehetősége. A mostot a barátoddá tevés lehetősége. Az idő paradoxonja. A felszínen úgy tűnik, hogy a jelen pillanat az, ami éppen történik. Mivel a történés folyamatosan változik, azt hihetnéd, hogy életed minden napja sok ezer pillanatból áll, amelyekben ez, az, amaz történik. Az idő tehát pillanatok végtelen sorának tűnhet, amelyek némelyike jó, némelyike rossz. Ha azonban közelebbről veszed szemügyre, vagyis saját, közvetlen tapasztalatodon keresztül, akkor rájössz, hogy valójában egyáltalán nincs sok pillanat. Fölfedezed, hogy valójában mindig csak ez a pillanat létezik. Az élet mindig most van. Az egész életed ebben az állandó mostban bontakozik ki. Még a múlt és a jövő pillanatai is csak akkor léteznek, amikor emlékszel rájuk, illetve amikor várod őket, és ezt úgy teszed, hogy gondolsz rájuk az egyetlen létező pillanatban. Ebben a pillanatban. De akkor miért tűnik úgy, mintha sok pillanat lenne? Mert a jelen pillanat összetévesztetik azzal, ami történik. Összetévesztetik a tartalommal. A most tere összetévesztetik azzal, ami abban a térben történik. A jelen pillanat összetévesztése a tartalommal nem csupán az idő, hanem az ego illúzióját is okozza. Itt paradoxonnal állunk szemben. Egyrészt hogyan tagadhatnánk le az idő valóságát? Szükséged van időre, hogy innen-oda eljuss, hogy elkészítsd az ételt, fölépíts egy házat, elolvasd ezt a könyvet. Idő kell ahhoz is, hogy felnőj, hogy új dolgokat megtanulj. Bármit is teszel, az a jelek szerint időt igényel. Mindenki van téve az idő múlásának, és végül az idő, ez a véres zsarnok, ahogy Shakespeare nevezi, meg fog téged ölni. Hasonlíthatnád egy dühöngő folyóhoz, amely magával ragad, vagy tűzhöz, amiben minden elemésztődik. Nemrég találkoztam néhány régi barátommal, egy család tagjaival, akiket hosszú ideje nem láttam. Sokkolt a látványuk. Majdnem megkérdeztem tőlük. Betegek vagytok? Mi történt? Ki művelte ezt veletek? Az anya botra támaszkodva járt, összement, s az arca úgy összezsugorodott, mint a fonnyat alma. A lány, aki utolsó találkozásunkkor még tele volt energiával, lelkesedéssel és a fiatalság elvárásaival, kimerültnek tűnt, belefáradva három gyermeke fölnevelésébe. Aztán eszembe jutott. Csak nem 30 év telt el azóta, hogy utoljára láttuk egymást.
az idő művelte ezt velük. Biztos vagyok benne, hogy ők is ugyanígy megdöbbentek az én látványomtól. A jelek szerint mindenki van téve az idő múlásának, mégis minden a mostban történik. Ez a paradoxon. Bárhová nézel, számtalan másodlagos bizonyítékot találsz az idő realitására. Egy rothadó almát, arcod látványát a fürdőszoba tükörben, ha azt a 30 éve készült fényképeddel veted össze. Ám sohasem lesz közvetlen bizonyítékra. Sohasem tapasztalod meg magát az időt. Mindig kizárólag a jelen pillanatot tapasztalod meg, pontosabban azt, ami abban történik. Ha közvetlen bizonyíték alapján foglalsz állást, akkor azt kell mondanod, hogy nincs idő, hogy mindössze a most létezik. Az idő kiiktatása. Képtelenség az egómentes állapotot jövőbeli céloddá tenni, majd tevékenykedni annak eléréséért. Mindössze még több elégedetlenséget éreznél, még több belső konfliktust élnél át, mert folyton azt éreznéd, hogy még mindig nem érkeztél célba. Hogy még mindig nem érted el azt az állapotot. Ha az egótól való megszabadulást jövőbeli céloddá teszed, akkor több időt adsz magadnak, márpedig a több idő több egót jelent. Vizsgáld meg alaposan. Vajon a spirituális keresésed nem az ego álcázott formája-e? Még a magadtól való megszabadulás is a több iránti vágy maszkírozott megnyilvánulása lehet, ha azt jövőbeli céloddá tetted. Magadnak több időt adni szó szerint azt jelenti, további időt adni énednek. Az idő, vagyis a múlt és a jövő az, amin a hamis, elmeteremtette én az ego él, márpedig az idő az elmédben létezik. Az nem olyan valami, aminek odakin objektív léte lenne. Az az érzékszervi érzékeléshez szükséges elme struktúra, ami gyakorlati célokra nélkülözhetetlen, ám önmagad megismerésének a legnagyobb akadálya. Az idő az élet vízszintes dimenziója, a valóság felszíni rétege. Ám létezik a mélységes, függőleges dimenziója is, ahová csak a jelen pillanat kapuján tudsz belépni. Tehát ahelyett, hogy időt adnál magadnak, távolítsd el azt. Ha kiiktatod elmédből az időt, kiiktattad az egót. Ez az egyetlen igazi spirituális gyakorlat. Amikor az idő kiiktatásáról beszélek, az természetesen nem vonatkozik az óraidőre, ami az idő gyakorlati célra történő használata. Például találkozó megbeszéléshez, utazás megtervezéséhez. Ebben a világban óraidő nélkül csak nem lehetetlen lenne funkcionálni. Én a pszichológiai idő kiiktatásáról beszélek. A pszichológiai idő jelentése, az egós elme egyfolytában a múlttal és a jövővel foglalkozik, és nem hajlandó egyé válni az élettel oly módon, hogy a jelen pillanat elkerülhetetlen vanságával összhangban élne. Valahányszor egy az életre szokásszerűen mondott nemből igen lesz, valahányszor megengeded ennek a pillanatnak, hogy úgy legyen, ahogy van, időt és egót is feloldasz. Ahhoz, hogy az ego életben maradjon, a jelen pillanatnál fontosabbá kell tennie az időt, tehát a múltat és a jövőt. Az ego nem tűrheti, hogy baráti viszonyban állja jelen pillanattal, leszámítva azt a rövid időszakot, amikor éppen megkapta, amit akart. Tartósan azonban semmi sem elégíti ki az egót. Amíg az ego irányítja az életedet, két módon lehetsz boldogtalan. Az egyik, ha nem kapod meg azt, amit akarsz. A másik, ha megkapod azt, amit akarsz. Bármi is van, vagy történik, az a forma, amit a most épp fölvesz. Amíg annak belül ellenállsz, addig a forma, tehát a világ áthatolhatatlan gát, amely elválaszt téged attól, aki te a formán túl vagy. Elválaszt attól a formamentes egy élettől, aki vagy. Amint belülről jövő igent mondasz arra a formára, amit a most fölvesz, az a forma maga válik a formamentes bevezető kapuvá. A világ és Isten közötti elkülönülés feloldódik. Amikor szembeszegülsz azzal a formával, amit az élet e pillanatban fölvesz, amikor a mostot eszközként, akadályként vagy ellenségként kezeled, akkor megerősíted a saját formaidentitásodat, az egót.
Ebből ered az ego reaktivitása. Mi a reaktivitás? Reakciófüggővé válni. Minél reaktívabb vagy, annál jobban belegabajodsz a formába. Minél nagyobb mértékű a formával történt összegabajodás, annál erősebb lesz az ego. A léted ettől kezdve már nem ragyog át a formán, vagy csupán alig. Azáltal, hogy nem állsz ellen a formának, felbukkan a benned lévő formán túli, mindent körülvevő jelenlétként, a rövid idejű formaidentitásnál, a személynél sokkal hatalmasabb, csöndes erőként. Felbukkan az, ami sokkal mélyebben vagy te, mint a forma világában bármi is. Az álmodó és az álom. A nem ellenállás jelenti a kulcsot a világmindenség leghatalmasabb erejéhez. Annak révén a tudat, a lélek kiszabadul a formába börtönözöttségéből. Belül nem lehet ellenállni a formának. Bármi is van, bármi is történik. A forma abszolút valóságának megtagadása. Ellenállás hatására a világ és a világ dolgai, köztük a saját formaidentitásod, az egód is valóságosabbnak, szilárdabbnak és tartósabbnak tűnnek, mint amilyenek valójában. Az ellenállás egyfajta súlyossággal és abszolút fontossággal ruházza fel a világot és az egót, aminek hatására nagyon komolyan veszed magadat és a világot. A forma játékát ez esetben tévesen a túlélésért folytatott küzdelemnek tekinted, és ha azt annak látod, a valóságod is azzá válik. Az ezernyi történés, az ezernyi forma, amit az élet fölvesz, mind tiszavirág életű. Valamennyi mulandó. A dolgok, a testek és az egók, az események, a helyzetek, a gondolatok, az érzelmek, a vágyak, a törekvések, a félelmek, a dráma. Jönnek. Úgy tűnnek, mintha mindennél fontosabbak lennének. És észre sem veszed, már is elmúltak, visszaoldottak a semmiségbe, amiből előemelkedtek. Voltak-e valaha is valódiak? Voltak-e valaha is többek, mint egy álom, a forma álma? Amikor reggel fölébredünk, az éjjeli álom szétesik, s mi azt mondjuk. Ó, ez csak álom volt, nem a valóság. Mégis kellett, hogy legyen benne valami valódi, különben nem létezhetett volna. A halál közelettével visszapillantunk az életünkre, és eltűnődünk. Talán csak álom volt. Akár most is, ha visszatekintesz a tavalyi nyaralásra, vagy az egy napja lejátszódott drámádra, azt tapasztalhatod, hogy ez nagyon hasonló a tegnap éjjeli álmodhoz. Létezik az álom és az álom álmodója. Az álom a formák rövid időtartamú játéka. Az a világ viszonylag valós, de nem abszolút valós. Aztán ott az álmodó, az abszolút valóság, amelyben a formák jönnek és mennek. Az álmodó nem a személy. A személy része az álomnak. Az álmodó a szubsztrátum, azaz az alap, amiben az álom megjelenik, ami az álmot lehetővé teszi. Az már a viszonylagos mögötti abszolút, az idő mögötti időtlen, a formában és a forma mögött lévő tudat. Az álmodó maga a tudat, aki vagy. A célunk immár fölébredni az álomban. Ha fölébredettek vagyunk az álomban, az ego teremtette földdráma véget ér, és egy jóindulatúbb, csodás álom bontakozik ki. Ez az új föld. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot. Reméljük hasznosnak találtad, és visszavárunk csatornánkon hetente készülő újabb hanganyagokkal.